kisebbségi réten belül elképzelhetünk és létezik több állapot. Többen a kisebbség az többséget alkot helyben, ő a politikának a meghatározó ereje, tehát az történik, amit ő helyben elképzel. Ha fronthelyzetről van szó, vagyis olyan városokról vagy térségekről, ahol a kisebbség és a többség közel azonos arányt demográfiai súly képvisel, ebben az esetben például a Marosvásárhelyen vagy Szatmáron, a kisebbség és a többség az a saját eszközeivel küzd a saját kultúráis és másmilyen céljaiért. Szorványban viszont az a helyzet áll fönn, hogy szorványban a kisebbségi közösség nem rendelkezik azokkal a politikai eszközökkel, amelyek révén a saját kultúrájának, a saját identitásának a tartalmait hosszú távon biztosítani tudná, ezeket a közéletben nem csak óhajtásként megjeleníteni, hanem mint szolgáltatást biztosítani volna képes. Tehát ebben a vonatkozásban a szorvány a kisebbség kisebbségeként is érvényes. Az, hogy a határon túli magyar szorvány közösségek hozzájárulhatnak Magyarország tekintélyének a növeléséhez, megbecsülésének a növeléséhez Európában, főleg abban a vonatkozásban, hogy ezek a közösségek azért általában szinte kizárólagosan többnyelvűek, kétnyelvűek, tehát a szomszéd országok, a szomszéd népek nyelvét is beszélik, kultúráját is értik, és azt gondolom, hogy Magyarország ezt a lehetőséget, ezt a tudást eddig nem igazán használta, tehát fontos, hogy a szorvány közösségek értik, és bizonyos értelemben értelmezni tudják a szomszéd nemzetállamok gondolkodásmódját, lelki világát. Tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy ez egy kihasználatlan lehetőség. Ebben a szorvány saját maga nem képes megszervezni a közösségi magyar életét, addig a tömb valójában abban a hamis tudatban él, hogy ott nyelvi jogai vannak, mivel hogy mindenki magyarul beszél, és nem érzik ezt a veszélyt. Magyarnak a magyar akar lenni. Hogyha megtartja a vallását, oké, az ott nincs semmi gond, de legyen teljes rangú, teljes jogú magyar. Nem tudom, én úgy következő történetre emlékszem, a státusztörvény idején sorban álltak a kassai főkonzulátus előtt, és ott állt egy afrikai, egy fekete, egy néger. És megkérdezték tőle, hogy uram, mit keres? Mire volt, hogy én afro-magyar és király Helmecen tanított angol, vagy franciát, már nem emlékszem, a felesége magyar volt. Teljesen korrekt. Magyar, egy kicsit egzotikus, egy kicsit fura, minden pozitív és negatív tulajdonságával együtt kell élnem, de ugyanez a másság és ugyanez a furaság jelentkezik Magyarországon is bizonyos tekintetben. Én ezt igazából nem tartom rossznak, sőt, néha nagyon is kellemesnek tartom. Természetesen vannak nehezebb pillanatok, de azt hiszem, hogy a kettős kisebbségben, vagy ez a kettős kisebbség, ez az a fajta pezsgő, olyan, hogy is lehetne ezt mondani, édeskeserű másság, ami nekem az életet jelenti, az egész.